További 10 000 katonát és rendőrt vezényelnek Spanyolországban, az árvíz sújtotta Valencia térségébe. A legfrissebb adatok szerint a tragédiának már 211 halálos áldozata van, de ez a szám valószínűleg még emelkedni fog, sokakat ugyanis eltűntként tartanak nyilván. Több 10 000 ember otthonában még mindig nincs víz, áram és internet. Kevés a gyógyszer és az élelmiszer, az önkéntesek leginkább ezeket próbálják beszerezni a bajba jutottak számára. Hatalmas embertömeg menetel Valencia külvárosában. Több ezer önkéntes indult egyszerre haza, miután egész nap az árvíz után takarítottak. Azt mondják, még mindig rengeteg a tennivaló. Egy orvosokból és ápolókból álló csoporttal mentünk, van elég egészségügyi szakemberünk, de hatalmas szükség lenne pszichológusok segítségére is. Különösen az idős emberek szorulnak rá, akik egyedül élnek, magányosak, és egyik napról a másikra összedőlt körülöttük a világ, mondta egy önkéntes. Szerdára virradóra hatalmas árvízkatasztrófa sújtott le az ibériai országra. Valencia utcáin cunamiként zúdult alá az árvíz és a hordalék. Ez volt a modern spanyol történelem legtöbb halálos áldozatot követelő katasztrófája. A víz járművek százait sodorta magával, amelyeket utána egymásra halmozva találtak meg. Rengetegen meghaltak. A régió lakossága azóta sem ocsúdott fel a tragédiából. Alfafar városában még szombaton is ez a látvány fogadja az embereket, az utcák tele vannak felborult autókkal. Bár a helyreállítás szünet nélkül zajlik, otthonok ezreiben még mindig nincs se csapvíz, se áram, se internet. Az utak egy része még mindig járhatatlan autóval, a hidak és a vasútvonalak helyreállítása pedig még hónapokba telhet. A boltok is zárva vannak, ezért a segélyszervezetek osztanak élelmiszert és gyógyszereket a rászorulóknak. Minden segítségnek örülünk. Sokan napok óta nem jutottak hozzá a gyógyszerükhöz. Palackozott víz, konzervek, mindenre szükségünk van, magyarázta egy nő. A spanyol kabinet eközben további erőforrásokat biztosít a katasztrófa sújtotta Valencia tartománynak, ahová újabb több ezer katonát és rendőrt vezényeltek. Pedro Sánchez miniszterelnök a kormányzati válságbizottság szombati ülése után kijelentette, most a legsürgősebb feladat a túlélők és az áldozatok felkutatása, valamint a közszolgáltatások helyreállítása, a felelősséget később is lehet vizsgálni. Szinte biztos, hogy a legsúlyosabb árvízről beszélünk, amelynek kontinensünk ebben az évszázadban tanúja volt. És tisztában vagyok azzal, hogy a mostani válaszlépések nem elegendőek. Tudom, hogy többet kell tennünk, jelentette ki a kormányfő hozzátéve, hogy az Európai Unió szolidaritási alapjából is támogatást kért. Spanyolországot az elmúlt években rendkívül forró és száraz nyarak sújtották. Többször előfordult, hogy hónapokig egy csepp eső sem esett. Számos településre ezért lajtos kocsikon kellett ivóvizet szállítani. A hirtelen lezúduló rengeteg csapadékot aztán a csontszáraz talaj képtelen volt felszívni. A régió vezetése azt állítja, mindent megtesz, hogy enyhítsen a túlélők megpróbáltatásain. Az embereket ugyanakkor figyelmeztették, hogy a vihart okozó légtömeg még nem vonult el, és újabb esők várhatóak. Ezért lehetőleg mindenki maradjon otthon.